Művészeti és médiafotográfus szakon járunk. Ez a fotóműtermünk, ahol a műtermi stúdió felvételek készülnek, és ugyanez a hely az, ahol a képek feldolgozását is végezzük. Fotográfia szakon a fényképezés számos területével megismerkedhetnek a diákok, ilyenek például a portréfotózás, az épületfotózás, divat, reklám, tárgyfotózás, riportfotó és számos más terület. A művészeti felsőoktatás számos területére tovább tudnak tanulni a diákok, mert akár önálló vállalkozóként foglalkozhatnak tovább fotográfiával, hiszen olyan népszerű műfajok, mint akár az esküvői fotográfia, vagy portrékészítés, akár tablókészítés, vagy rendezvényfotózás, akár egy fotószaküzletben, mint szakértő eladó fog elhelyezkedni. Elsősorban grafikusok számára készült a terem, de tulajdonképpen aki ide jár és a szakmájából adódóan szüksége van neki valamiféle számítógépes rajzolásra, az jön ide. Tehát beleértve a textileseket, vagy a fotósokat, hogyha a fotókidolgozásról van szó, ők mind itt tanulgatnak. Ugye a Mac OS X az adott, mert azon a platformon dolgozunk. Aztán a teljes Adobe csomag, ami tartalmazza a pixeles szerkesztést, úgy mint Photoshop, tartalmazza a vektoros képszerkesztést, úgy mint Illustrator, és tipográfiát, az pedig az InDesign. És a fotósok, azok pedig az Apple Aperture szoftverrel dolgozzák ki a képeiket. Szeretnénk a gyerekeket fölkészíteni mondjuk a moméra vagy a képzőre, tehát jobb lenne, hogyha tovább vinni önmagában ezt a tudást egy kicsit. Azt hiszem, a technikai tudás nagy részét itt fogja elsajátítani, és hát a kreatívkodás pedig az egyetemen fogja megtanulni, vagy legalábbis ott élheti ki magát. A gyerekek itt az egyedi rajzi technikáktól kezdődően megtanulnak olyan reklámgrafikai kiadványokat megtervezni, amikkel a mindennapokban találkozunk. Termékcsomagolás, arculatterv, könyvborító, plakát, névjegykártya. Elhelyezkedhetnek stúdiókban, operátorként, vagy dekorációs műhelyekben grafikusként, nyomdákban tervezőként. Ez itt a varázslószak. A mozgókép és animáció készítő szak. A mozgókép és animáció készítő szakon elsősorban a mozgókép készítés és az animációs film készítés kell előtérbe. Az itt tanuló diákok elsajátítják a videófilm vágás, az animációs filmes programoknak a használatát. Tulajdonképpen majdnem minden animációs műfaj technikát kipróbálnak. Az animációs rövidfilmtől kezdve a videoklippeken át egészen akár kísérleti megoldásokig, úgyhogy nagyon-nagyon izgalmas, és lehet mondani, ezt visszautalva az elején, és a varázslószakon mindent megtanulhat. A dekoratőr szakon tervezést és kivitelezést tanulunk, azon túl a különféle technikákat és anyagokat ismerik meg. A dekoratőr az azon túl, hogy mondjuk rendezvények dekorációit megtervezi, nagyon kell ismernie a stílusokat. Éppen ezért stílustörténetet is tanulunk. A technikákat illetően nagyon fontos az, hogy megismerje azokat az eljárásokat, amikkel ezek az elképzelések ezek meg tudnak valósulni. A szakirányú ismereteken túl rajzkészségüket is fejlesztik, művészettörténetet is tanulnak. Egy olyan töbletet kapnak a diákok, amit nagyon jól tudnak alkalmazni hasonló szakterületeken. A textilműszak egy nagyon színes, sokrétű szakma, ami fedi a textilnyomástól kezdve a szövésen keresztül a különböző kézműves termékekig szinte mindent lefed. Ezért az oktatást is megpróbáljuk olyan sokrétűen átadni, hogy az első pár évben a kézműves technikákat tudják elsajátítani, aként, hogy aztán a későbbiekben olyan tárgyakat, önálló dizájn termékeket tudjanak létrehozni. Yeah.
kerámia műves szakműhelyében vagyunk. Különböző edénykészítési technikákkal ismerkednek meg. Az egyszerűbb technikákkal kezdünk, ilyenek a hurkából felrakás, tömbölkivájás, labból építés, formákba préselés. Megismerkednek a korongozás alapfogásaival is. Eljutnak odáig, hogy egy komplett teáskészletet is elkészítenek, és saját vállalkozást indíthatnak, amivel ugye saját termékeiket tudják eladni, vagy kisebb kerámia manufaktúrában dolgozhatnak gipszesként vagy korongosként. Ez itt a Divat és Stílus Tervezők szakműhelye. Itt szoktunk varni, illetve itt készítjük el a ruhákat. Ez egy viszonylag összetett szakterülete. Tehát itt a gyerekek nem csak megrajzolni tanulják meg a megálmodott alkotásokat, meg tudják valósítani az elképzelt munkáikat. A nagyon egyszerű feladatoktól haladunk, a bonyolultabbak felé, papírplasztikák, mintatervezés, fokozatosan jutunk el a sík tervezésből a térbeli tervezés felé. Nagyon sokféle technikát alkalmazunk, tehát itt elsődleges cél, hogy valami újat hozzunk létre, mindig valami újszerű, nagyon előremutató terveket próbálunk készíteni. El tud helyezkedni tervezőknél asszisztensként, illetve stylistként. Nos, én tulajdonképpen Szlovákiából jöttem, és az interneten figyeltem fel erre az iskolára. Az iskola oldalán a promófilmet láttam, és úgy gondoltam, hogy egy művészeti iskola az a legmegfelelőbb választás a számomra, mert a divat az már régóta nagyon közel áll hozzám. Nagy segítség volt számomra a pénteki felkészítő órák, amelyeket az akkori igazgató úr tartott, és így sikeresen teljesítettem a felvételi követelményeket, és bekerültem. 2018-tól indul itt az iskolánkban a festőszak. Ez a szak a festészet iránt mélyebben érdeklődő diákoknak lehetőséget biztosít arra, hogy a modern technikákon kívül tradicionális, hagyományos technikákkal is megismerkedhessenek, és a rajzfestés alap festői technikáin kívül nemesebb anyagokkal is dolgozhatnak. Gondolok itt arra, hogy a klasszikus értelemben vett táblakép, olaj és tojástempera anyagain kívül megismerkedhetnek murális technikákkal, freskóval, szekkóval és mozaikkal is fogunk dolgozni, és az itt tanult festészeti alapismeretek gyakorlati alkalmazása kiváló alapot szolgáltathat ezeknek a tanulóknak arra, hogy a jövőben festészettel tovább tanulva folytassák tanulmányaikat. Iskolánk az utóbbi három év mindegyikében nyert az Erasmus Plus pályázaton, így évente 30 tanulónk vehet részt külföldi szakmai gyakorlaton, melyben három teljes héti külföldi munkahelyeken a szakjuknak megfelelő munkát végezhetnek a diákok. A három hétben a szakmai gyakorlaton és a tapasztalatszerzésen túl a nyelvtudásuk fejlesztésére és a külföldi munkakapcsolatok kialakítására is lehetőségek nyílnak. A program ingyenes és teljes ellátás, valamint szabadidős programokat is finanszíroz. Az első évben Bécsbe és Milánóba utazhattak tanulóink, tavaly Barcelonába jártunk, köztük én is, és most idén újra Milánó és Bécs a cél. A két célországban a mostani 30 főből képviselheti magát a dekoratőr, a textilműves, a divat és stílus tervező, valamint a grafikus és fotográfus szakunk is. Az iskola törekszik minden szak pályázatokon való részvételére. Az előző tanévben sikeresen megnyert tehetségpályázatunknak köszönhetően keramikus és mozgóképi animáció szakos tanulók vehettek részt egy izgalmas, egész tanévet átölelő szakmai programban. Ezen kívül még a nyári gyakorlatokon és a táborokon is rengeteget tanulhatunk. Ilyen például az Erzsébet tábor, melyre szintén minden évben pályázik az iskola. Így különböző helyszíneken is gyakorolhatjuk, valamint fejleszthetjük, bővíthetjük tudásunkat.